Kedves barátaim, egy nagyon nagy témába vágtam a fejszémet Isten indítatására, meggyőződésem. Azokról a kis profétákról, különösen múlt héten Ámoszról kezdtem el beszélni, és a YouTube-ra fölkerült tanításnak azt a címét adtam, hogy kis proféta, nagy üzenete neked, mert hiába olyan furcsán rájuk ragadt ez, hogy kis proféta, de ez meggyőződésem, hogy nem a méretükből és nem a tevékenységükből adódott, hanem az miatt, hogy olyan tömör és olyan velős üzeneteket adtak, amelyeket azt gondolom, hogy nagyon nagy odafigyelés kell, és nagyon nagy kijelentés kell Istentől, hogy megértsük, de olyan korképet adnak, és olyan őszinte és tiszta rajzot adnak a ma élő emberekről, és a ma élő, ma létező egyházakról is, hogy én most már végigolvastam az összeset, és mindig kértem Istennek a kijelentését, de nagyon-nagyon megrázó, hogy mennyi igazság van, és mennyire szól ez napjaink emberének, mennyire szól ez nekünk, ezért kérlek benneteket, hogy nyitott szívvel fogadjátok, nem írtak olyan sokat, nem írtak olyan terjedelmeset, lehet, hogy nem is írtak olyan választékosat, lehet, hogy nem is rímel, lehet, hogy nem is annyira jó esik a léleknek, lehet, hogy nem is annyira jól esik a gondolatoknak, de meggyőződésem, hogy olyan üzenetet tettek közzé, és tudjátok, a profétai üzenetek azért lényegesek és azért fontosak, mert a proféták attól voltak izgalmasak, hogy nem csak a saját koruknak szóltak, hanem bizony a mai nap emberének is, nekünk is nagyon nagy üzeneteket tudnak átadni. Ezért különösen nagy dolog, hogy Isten a proféták üzeneteit életre kelti. A Szentlélek ott volt, amikor ezek az üzenetek születtek. A Szentlélek tudta, hogy annak az adott koron kívül még kinek és mit akart mondani, és az a Szentlélek az mai napig is ugyanaz, és az a Szentlélek, meggyőződésem, hogy ezt nekünk is meg tudja mondani. Néhány gondolat erejéig, csak ugye Ámosz könyvét olvasva, és tanácsolom, hogy ezeket a kis profétákat olvassátok el, nagyon-nagyon építőek. Összefoglalva, ugye megnéztük múlt héten, hogy mi a profétaság intézménye, miért volt fontos a proféta a király mellett. Azért tudjátok, mert a közelkeleti királyok, és ma már azt látom, hogy a közelkeleti mintára születnek a királyok szerte a világon, olyan hatalmat vettek magukhoz, és olyan hatalmat kaptak, amelyikre az emberi jellem, az emberi szív, az emberi gondolat, bármilyen jó ember legyen is az, nincsen felkészülve. Az ember nem tud bánni a hatalommal, ahhoz, hogy az ember a hatalommal tudjon bánni, ahhoz, hogy az ember Isten minél nagyobbra és nagyobbra emelje, ahhoz nagyon sokszor az embert Istennek először össze kell, hogy törje, hogy nagyra tudja emelni. Emlékeztetek benneteket a 2. Korintus levélben Pál apostolnak egy mondatára, és ez a mondat, ez számomra nagyon megrázó. Azt mondja, hogy a 2. Korintus 12:7-ben, hogy tövis adatot a testemben, hogy azokat a kijelentéseket, a kijelentéseknek a nagyságát, amit kapok az Istentől, azt el tudjam hordozni. Nem tudjuk, hogy ez a tovis pontosan mi volt. Nagyon sokan úgy próbálják értelmezni, hogy valami betegség volt, ami állandóan végigkísérte az életét, és mindig emlékeztette arra, hogy a kijelentéseket nem azért kapta, hogy visszaéljen vele, hogy felfúvalkodjon, nem azért kapta, hogy pénzért eladja, nem azért kapta, hogy másokat letiporjon és letaposson vele, hanem azért kapta, hogy Isten rajta keresztül az embereket föl tudja emelni. És ezért Isten még olyan személlyel is, mint Pál apostol, nagyon óvatos volt, és először beletette a tövist, és az a tövis, amikor belekerült, azt a tövist, amikor Pál apostol méltósággal hordozta, azt a tövist, amikor Pál apostol méltósággal viselte, akkor az Isten olyan kijelentéseknek olyan tárházát nyitotta meg, amelyeket azt gondolom, hogy barátaim, az egész új szövetség az evangélium kivételével Pál apostolról szól, és Pál apostol szolgálatáról szól. És olyan alap igazságokat közölt rajta keresztül Isten, hogy nem tudom, hogy ma éle a földön olyan szolgáló, vagy olyan pásztor, vagy olyan tanító, aki ezeket a kijelentéseket valóban úgy tudná átadni, olyan nincstelenül, olyan megalázottan, olyan helyzetben, mint ahogy Pál apostol átadta. És ezért ugye sokszor kirohanok a jóléti evangélium ellen,
amely azt gondolom, hogy az utolsó idők egy nagy hazugsága, és majd jönnek már azok az évek, amikor mindannyian rá fogunk erre jönni. Ma még a népnek egy része sokkal vonzóbbnak tartja a jóléti evangéliumot, több ígéret van benne, látványosabb, nagyon tömegeket vonz, de higgyétek el, hogy ez mint a kártyavár, ahogy jött, úgy fog összeborulni, mert pontosan ebben a jóléti evangéliumban az a lényeg, hogy nem engedi mélyre a gyökereit, nagy hajót akar láttatni, óriási óceánjáró hajót, nem Istennek, hanem embereknek szól, hogy minél nagyobb, látványosabb legyen, de ahogy múlt héten is említettem, a nagy hajók alatt nagy tőkesúly van. És amikor eldöntik, hogy nagy hajót építenek, akkor nem úgy építik a nagy hajót, hogy először létrehozzák a nagy hajót, és akkor valaki a fejéhez kap, és azt mondja, hogy aj, a tőkesúly lemaradt. Hanem bizony, barátaim, a tőkesúly egy lényeges dolog, a tőkesúlyat azt mindig a hajóra méretezik, vagy inkább túlméretezik, hogy ez a hajó biztosan ne boruljon rá. És tudjátok, az a baj, hogy ha az ember csak a hajót látja, akkor egy idő után elkezd hinni a hajóban, és elfelejti, hogy a lényeg nem a hajó, hanem a lényeg a tőkesúly. Egy növénynek a lényege, a látványos része az az, amit mi látunk. A gyümölcs, az ág, a levél. De a lényege az a gyökér. Az a gyökér, ami miatt az ág, a levél, a gyümölcs egyáltalán ki tud jönni. És ezért nagyon fontos, mert a jóléti evangélium abban hibázik, hogy a hajót láttatja az emberekkel, és elkezdenek az emberek a hajóban hinni, és tudjátok, minél nagyobb áldást azok tudják megőrizni, és sokszor imádkozunk gazdagságért, meg majd így megáld az Úr, úgy megáld az Úr, de higgyétek el, hogy az Isten gazdagságot, az ő általa használt gazdagságot azoknak adja, akik a hajó mellett odafigyelnek a tőkesúlyra is. Mert a tőkesúly a lényeg. Ha levágod egy hajóról a tőkesúlyt, fel fog bizony borulni. És ezért nagyon fontos csak ezek az üzenetek, és ugye beszéltem nektek Ámoszról, megnéztük a prófétaság intézményét, megnéztük, hogy ez olyan korban prófétált ez az Ámosz, és majd meglátjátok, ma megnézzük az egyik kortársát is, Mikeást, aztán majd megnézzük Hóseást, de azon még vívódom, lehet, hogy arra még egy pár évet várni kell, mert ő meg aztán nagyon, nagyon keményen beszélt. De ezt a két prófétát mindenképpen megnézzük, mert azt gondolom, hogy nagyon nagy üzenete van a számunkra. A prófétaság intézménye ugye azért volt fontos visszakanyarodva a múlt heti gondolathoz, mert a királyok olyan hatalmat kaptak, hogy egyedül a próféta volt felruházva azzal a hatalommal, azzal a tisztelettel, azzal a dicsőséggel és azzal az isteni erővel, hogy bement és megmondta a királynak, hogy király, elborult az elmét, király, elborult az agyad, király, ezt így és így nem lehet csinálni. Természetesen nagyon sokszor a királyok a próféták ellen dolgoztak, a jó királya soha nem dolgozott a próféta ellen, de a rossz király, a maga hatalmát építő király mindig a próféta ellen dolgozott, azért, mert a próféta volt egyedül hivatott arra, aki tudta ütni, vágni és metszeni az ő hatalmát. Tudjátok, a Bibliában Izrael nagyon hamar, ugye Dávid, Salamon után, Jeroboám és Roboám idejében már ketté szakadt, tehát szinte néhány évtizedük volt, amikor egységben, dicsőségben tudták az Isten szolgálni és élvezni az Isten ellátását. Nagyon sokszor, nagyon hamar ketté szakadtak, és tudjátok, ezeknek a ketté szakadásoknak mindig az volt az oka, vagy a szakadásoknak az volt az oka, és azt tett különbséget a jó és a rossz király között, hogy melyik király építette a saját hatalmát, melyik király akarta a hatalmát arra felhasználni, hogy begyűrje maga alá a népet, és az volt a jó király, aki egy kicsit esetleg könnyített a terheiken. Gondoljatok csak bele, Roboámnak, Salamon fiának az volt a tanács, hogy enyhíts a terheken, amit apád adott. Enyhíts a terheken, mert pattanásig feszült a nép. És ha te nem enyhítesz a terheken, tudjátok, mit kellett volna Roboámnak dobnia? Egy morzsát. Egy picit, egy jelképes dolgot. Egy picit, amiből a nép újra erőt merít, és újra reménykedik. És Roboám tanácskozott, félrevonult, és úgy döntött, hogy nemhogy enyhített rajta, hanem szigorított rajta. Isten azt mondta, tudjátok, Isten adja a hatalmasságban lévőket. És Isten, nekünk nem kell félni, bárkit is ad hatalmasságban, azért, mert Isten, akit odaállít, azt le is tudja dönteni. Azt pillanatok alatt le is tudja. És azt mondta Roboámnak, mert a szíved ilyen volt, ezért elveszem az egységes királyságot tőled, és barátaim, az országnak mondhatjuk azt, hogy a 4/5 területileg és lakosságban elszakította tőle.
És sajnos így indul ez a dicsőséges korszak, így ér véget, ez már természetesen kezdődött Salamon bálványimádásával és szívének elhajlásával, de így ért véget, és tudjátok, innentől kezdve Isten a prófétaság intézményét nagyon megerősítette, és nagyon megszigorította, és a próféták nem voltak elfogadott emberek. A prófétákat én mindig úgy tudom elképzelni, hogy a város szélén valahol magányosan éltek, és már ők is előre tartottak tőle, hogy az Isten mikor fogja beküldeni őket, mert tudta nagyon jól, hogy soha nem az ünnepre küldi be őket, soha nem a vigasságra, soha nem a díjátadó ünnepségre, soha nem a hídavatóra, soha nem a felhőkarcoló avatóra fogja beküldeni őket, soha nem a haszon lefölözésére fogja beküldeni őket, hanem őnekik mindig akkor kellett menni, amikor a királynak bizony elborult az agya. Mert ő volt az, aki ezt helyre tudta tenni. Ezért úgy is hívhatjuk a prófétákat, és ezek a kis próféták is, úgy is hívhatjuk őket, hogy a királyok, a rossz királyok azért gyűlölték őket, mert ezek a próféták voltak a lelkiismeretük. Tudjátok, amikor rossz paszban vagyunk, és amikor valamit az akaratunk nagyon akar, és a lelkiismeretünk megszólal. Nem tudom, hogy hányan voltatok vele így, de én már sokszor gyűlöltem a lelkiismeretemet, hogy miért jár a fád. Miért? Miért nem hallgatsz el? Miért nem mehetek én azon az úton, amit olyan jól, olyan szépen, olyan ügyesen eltökéltem? Azért, mert a lelki ismeret az volt a próféta. És a királyok, amikor meglátták a prófétát, hogy közeledik, akkor tudták nagyon jól, hogy ez most itt valami üzenet az Istentől, és ezért ugye különbözőképpen reagáltak rá. Megnéztük múlt héten ugye ennek a nagy kis prófétának, Ámosznak a nagyobb üzenetét, és Ámosz abban a korban élt, amikor ugye a kettészakadt Izrael volt, Ámosz különben délen született, judeai volt, csak az Isten azt mondta neki, hogy pakolj össze, és holnaptól északon fog szolgálni, és oda vidd el az üzenetemet, menj el a királyhoz. Gondolhatjátok, hogy az észak és a déli királyság milyen csodálatos viszonyban volt egymással. Milyen csodálatos viszonyt ápolt egymással. Most nem akarom itt különböző nemzetiségekhez hasonlítani a kapcsolatukat, de elgondolhatjátok, hogy nem volt idilli a kapcsolatuk. A ketté szakadás után különösen nem volt idilli. És fölküldi ezt az Ámoszt ugye északra, és ez az Ámosz bemegy a királyhoz, és ugye ezt is megnéztük múlt héten, hogy az volt a probléma az északi királya Jeroboámmal, hogy húzott egy határt, és épített két új templomot, az egyiket Bételben, a másikat Dánban, és a bételi maradt meg, azt néztük meg múlt héten, a bételi templom arról szólt, hogy öntöttek újra egy szobrot, egy arany borjút, csak nagyobb méretekben, és Jeroboám arra törekedett, hogy az emberek ne menjenek föl Jeruzsálembe, hanem álljanak meg Bételnél, Bétel különben a déli határon volt, szinte az észak és a déli királyság határán volt, és arra törekedett, hogy ne menjenek föl Jeruzsálembe, abba a Jeruzsálembe, aminek barátaim az izraeli ünnepeknek, a hét nagy ünnepeknek, a nagy része zarándok ünnep. A nagy része nem egy olyan ünnep, amit a helyiek ünnepelnek, hanem zarándok ünnep, ami megmozgatta Izraelnek a lakosságát. Mindig menni kellett. Ne feledkezzetek meg róla, amikor a tizedről tanítottam, akkor elmondtam nektek, hogy a második tized, azt nem az Istennek adták, hanem azért tették föl, hogyha elmennek ezekre az ünnepekre, ahová zarándokolni kellett. Van, akinek 100 kilométereket kellett mennie, és akkor még nem ment a gyors vonat. Olyan sebességgel ment, mint talán most a MÁV. De nem ment olyan nagyon gyorsan. Hanem egy olyan világ volt, amikor erre pénzt kellett költeni. Ott enni kellett, inni kellett, nem volt szállásuk. És miért? Azért, mert az ünnepeknek a lényege az arándoklat volt, hogy vedd a fáradtságot, pakolj össze, hagyd ott, zökkenj ki a régiből, felejtsd el a hülye bizniszt, felejtsd el egy pillanatra az alkalmazottaidat, a terheidet, a sárga csekkeidet, és menj és mozdulj ki. Isten mindig megmozgatta, gondoljatok csak az érckígyó is, ott mindenki szenvedett a betegségben, és Isten azt mondta, hogy állított egy érckígyót, ami majd ma elő fog kerülni, és azt mondja, hogy egy pillanatra néz föl rá. És abban a pillanatban, hogy fölnézel rá, abban a pillanatban egy kicsit leveszed a szemedről, nem csak eddig látsz, hanem egy kicsit fölfelé nézel, és én ahogy abban a másodpercben meg tudlak téged gyógyítani. És ezért nagyon fontos volt Jeruzsálem az emberek számára. Barátaim, Jeruzsálem nem csak az emberek számára volt fontos, hanem Isten számára is fontos volt. Jeruzsálemről vannak olyan proféciák és olyan igék, hogy bárki akarja megemelni Jeruzsálemet, nem fogja tudni.
Nem a világ legszebb városa Jeruzsálem. Nem a világ legbékésebb és legbiztonságosabb városa Jeruzsálem. Mégis a fél világ odatódul. Miért? Azért, mert ezt a várost Isten választotta a maga számára. Ezt a várost Isten szereti, Isten kedveli, Isten ezt a várost óvja és védi, és Isten ezt a várost és ezt az országot helyre fogja állítani. Ezért jó érzés elmenni Jeruzsálembe. Jó érzés igét olvasni Jeruzsálembe. Miért? Azért, mert ez Isten városa. És ez a Jeroboám nem kisebb vállalkozásba kezdett, kiváltotta a királyi vállalkozói engedélyét, az adószámát, és abban a vállalkozásba kezdett, hogy elveszi az emberektől Jeruzsálemet. Tudjátok, ebben az egészben az volt a gonosz, és ezen a pillanaton szólította meg Ámoszt az Isten, hogy pakolj, vidd a pogácsádat, és menjél északra, mert Jeroboám valami olyat tesz, aminek ítélet lesz a vége. Nagyon érdekes, ahogy a Ámos könyvében olvassuk, ugye múlt héten az új fordítást olvastam föl, de most felolvasom, vagy beleolvasok a Károlyba is nektek, és ugye azt mondja az Isten, többször megismétli mondjuk a harmadik versben, és így mondja, azt mondja, így szól az Úr, három bűne miatt Damaszkusznak, aztán utána így szól az Úr, három bűne miatt Gázának, és így megyünk, aztán eljutunk adáig, hogy így szól az Úr, három bűne miatt Izraelnek, így szól az Úr, három bűne miatt Júdának. És ugye úgy maradt meg, hét néphez szól az Úr. És mit jelentett ez a három bűne? Ez a három bűne, ez azt jelenti az eredeti fordításban, hogy bűnt bűnre halmoz, de van egy jobb fordítás, ami igazán megmondja, azt jelenti, hogy betelt a pohár. Amikor emberként arra vetemedünk, hogy azt mondjuk valakinek, aki velünk szemben áll, hogy betelt a pohár, akkor a másik, az nem az jut róla eszébe, hogy de jó, végre valami jó dolog fog következni. Ha betelt a pohár, akkor iszunk. Dicsőség az Úrnak. Ha ettünk, akkor iszunk is. A betelt a pohár, azt általában nem olyan hanglejtéssel szoktuk mondani, hogy oh, betelt a pohár, de csodálatos. Hanem azt úgy szoktuk mondani, hogy most viszont betelt a pohár. Azt érti a felnőtt, azt érti a gyerek, azt érti az idegen, azt érti a szomszéd. Ha a szomszédnak csahol a kutyája, és már 10 éve te béketűrést és türelmet tanúsítottál, és egyszer elfogyott a türelem, és átkiabálsz, hogy Gyuszi bácsi, betelt a pohár, akkor a szomszéd mindjárt tudja, hogy most a kutyával valamit kezdeni kell, mert átjössz, és megharapod. És ezért nagyon érdekes, hogy Ámoszt azért küldte el, és majd meglátjátok, Mikeász is azért profétált, Hóseás is azért profétált, mert Isten bizony eljut addig a pontig, hogy betelik a pohár. Tudunk mi emberek olyat kiváltani Istenből, amire betelik a pohár. Csak hogy néhányat említsek. Néhányat. Noé. Noénál. Rengetegszer mondta az Isten, rengetegszer szólt az Isten, üzent az Isten, indulatosan üzent az Isten. Tudjátok, a szülő is így van, hogy kezdi a jó szülő. Drága arany szívem, ne csináld ezt. Utána ne csináld ezt, mert az arany szívem már elmarad. Utána a ne csináld ezt, az már egy más hanglejtésben működik. Utána még esetleg már csak fenyegetőleg emeli a kezét, és utána eljön az a pillanat, amikor betelik a pohár, és akkor bizony a vasököl elindul, ki tudja, hol áll meg, kit, hogyan talál meg. A példabeszédek azt mondja, hogy nem azzal van a baj, hogy elindul a kéz. Vigyázz, hogy olyan helyen üss meg, nehogy meghalljon. Tudom, hogy ez nem egyezik a mai nevelési elvekkel, de higgyétek el, akik így nőttünk föl, tanultunk belőle. Higgyétek el, soha nem vertek agyon bennünket, de tudtuk, hogy mit jelentett az, hogy betelt a pohár, és nem vártuk meg, amíg csúcsordul. Nem mondom, hogy nem töltöttük, töltöttük. Van az életnek egy olyan szakasza, amikor tölteni kell a poharat. De a bölcs fiatal is tudja azt, hogy hol van a töltésnek a vége. De azt csak akkor tudja, hogyha néha megmutatod neki, hogy milyen a kicsordulás utáni időszak. És ezért Ámoszt, aztán Mikeászt, aztán Hózseást, aztán a többit Isten azért indította meg, mert betelt a pohár, és ezt szerette volna jelezni az embereket. Ugye nagyon sokszor kérte Isten, hogy térjetek meg. És ennek ellenére ez a Jeroboám nem változtatott a felálláson, létrehozta Bételt, és ugye megnéztük, hogy ennek az volt a baja Bételnek, hogy elkezdték a hamis Isten ábrázolást. Az Isten ábrázolás az azért veszélyes, mert ugye az Isten ábrázolást mindenki úgy akarja, ha most itt elmennék, és mindenkitől négy szem közt megkérdezném, hogy te milyennek képzeled az Istent, az nagyon hasonlítani arra, amilyennek te akarod képzelni az Istent.
Az nem feltétlen biztos, hogy egyenlő az Istennel. Ezért az Isten senki nem látta. Az Isten az első parancsolatban leszögezte, hogy ne legyenek néked idegen isteneid, és ott ne felejtsd el, van még benne egy mondat, hogy ne csináld, ne ábrázold, ne csinálj faragott képet. Ne próbáld meg ábrázolni, hagyd a francba, úgyse tudod. Az Isten szellem jön ahonnan, jön, fúj ahonnan, fúj, megy ahová megy, egyet tudsz csinálni, hogy várd, hogy jöjjön, és ha jön, akkor sodorjon el. És ezért ugye mi volt a Jeroboámnak a nagy bűne, hogy elkezdte az Istent ábrázolni. És tudjátok, ez egy hamis segődeszköz az embereknek, ez az Isten ábrázolás, és pontosan az Istennel való személyes kapcsolatot szünteti meg, és az Istenben már nem az Istenben bíznak az emberek, hanem a segédeszközben. Ugyanígy volt a zéckígyóval is. Egészen addig még Mózes volt a parancsnok a fedélzeten, addig tudták nagyon jól, hogy az zéckígyónak nem kell énekelni, nem kell dalolni, nem kell semmit csinálni. Aztán a Kettő Királyok 18. könyvét majd, ha elolvassátok, ott lesz egy Ezékiás király, aki éppen a Mikeás ideje alatt királykodott, és ez az Ezékiás király viszont rájön arra, hogy elég most már ezt a zéckígyót be kell zúznunk. Miért? Mert az emberek segédeszközt csináltak belőle. Nem gyógyulnak meg, nem szabadulnak meg, de úgy csinálnak, mintha Isten lenne. Gondoljatok csak el, hogy a Kettő Királyok könyvének a 18. részéig mennyi idő eltelt. Onnantól kezdve, hogy Mózes ezt a pusztában adta ezt az éckigyót. Gondoljátok csak bele, hogyha a hitüket, a reménységüket ilyen gondossággal őrizték volna, az emberi kapcsolataikat ilyen gondossággal őrizték volna, mint ahogy ezt a nyomorék éckigyót őrizték, egészen más lett volna a helyzet. Ezt vigyázták, őrizték, a segédeszköz, barátaim, egy idő után elkerülhetetlen, hogy bálvány lesz, hanem az első pillanatban. És erre hívta föl Ámosz nagyon határozottan a figyelmet, mert az embereknek, ha segédeszközöket rakunk elé, a szívükhöz, a lelkükhöz, akkor bizony az Istenhez való kötődést nem fogják erőltetni, mert sokkal egyszerűbb a szívnek, a léleknek ahhoz kötődni, amit lát. Ezért az Isten nem használ segédeszközöket, hanem azt mondja, hogy szellemben, igazságban, szabadságban lehet keresni őt. Még egy nagyon fontos dolog volt, amit elmondtam nektek Bétellel kapcsolatban, hogy Bételt azok a vezetők hozzák létre, és azok a királyok hozzák létre, akik kontroll nélküliek akarnak lenni. Jeruzsálemi királyok nem hoznak létre Bételt, mert tudják nagyon jól, hogy Jeruzsálemben Isten az Úr. Jeruzsálem istené. Én a szolgája vagyok, én maximum azt tudom megtenni, ha küld, megyek, ezért ugye sokszor sóvárogva várják az Isten emberei, hogy szólj egy szót, és hallja a te szolgát. Küldj engem, és elmegyek. És ezért Bételt azok hozzák létre, akik kontroll nélküli vezetők, és igazándiból az embereket nem felemelni, az embereknek nem segíteni, hanem az embereket maguk alá akarják gyűrni. Ezért nagyon veszélyes, barátaim, a vallás, mert a vallás pontosan azt csinálja, hogy kihasználja, torzítja az Istent, utána az torzított Istennel kihasználja, manipulálja, és tönkreteszi az emberekben a valóságos Isten képet. Nem engedi, hogy kialakuljon. Nem véletlenül a vallás az mindig össze akar butorozni a világgal. Ezért hívjuk pogánynak. Amikor a vallás összeáll a világgal, az Istennek a valósága, az Istennek az ereje, az jelkép, az semmivé válik. Barátaim, ma a világon van olyan vallás, amit több milliárd ember követ, és a Szentlélek, tudjátok mi ebbe a vallásba? Egy kis galamb. Az Istennek valami harmadik személye, aki igazándiból nem is olyan lényeges, olyan zárójelbe van. Holott az egész új szövetség úgy kezdődik, az egész új szövetségnek az erejét, az alapját, a tüzét mi alkotja? A Szentlélek alkotja. És barátaim, emberek milliárdjai, vagy milliói, vagy százmilliói, most mindegy a szám, de rengeteg ember úgy tekint a Szentlélekre, mint egy galambra, mint az Istennek a soha meg nem értett. Mi az, hogy a harmadik személye? Mi az, hogy biztos ő az, aki a háttérben van, ő a háttérmunkás, mint József volt ugye a Szent Család fényképeken, az a szerencsétlen mindig hátul állt, gyalult, vagy dolgozott, vagy bótba ment, vagy ott se volt. Barátom, nem is ilyen volt a közel-keleti családmodell. Ott elképzelhetetlen volt, hogy az apát behúzták a függöny mögé, az anya meg szárnyakkal repdesett a konyhába. Elképzelhetetlen, 4 gyerek az emlőin. Elképzelhetetlen volt. Nem ilyen volt a családmodell. Csak micsoda? A hamis istenábrázolás, a hamis kép
Mit csinált? Ezt váltottak, ezt akarta láttatni az emberekkel. Ezért, barátaim, ha az egyház összeáll az állammal, és azért veszélyes, és azért nagy üzenet ma a kis proféták, én azt gondolom, hogy ma Isten nagyon sok ilyen üzenetet fog adni. Mert ha az állam és az egyház összeáll, barátaim, abból semmi más nem lesz, mint egy pogány vallás. Abból Bétel lesz. Abból hatalom lesz. Abból az emberek maga alá gyűrése lesz. Akármilyen sikeres egyház is volt, ha összeáll az állammal, abból bizony Bétel lesz. A Bételt pedig Isten nem szereti. A Bételre Istennek nem szállt rá a jelenléte, mint a salamoni templomra. A Bételre soha nem mondta azt Isten, hogy édes jó Bétel, lecserélem Jeruzsálemet rád, mert olyan szép vagy. Hanem itt mondott, nem véletlenül, barátaim, miért az északi rész ment el először fogságba? Azért, mert az északi rész elszakadt Jeruzsálemtől. A délieket miért kimérte meg az asszír fogságtól Isten? Azért, mert még egy halvány reményt látott rá, hogy a déliek majd meg fognak térni. Pont Mikeás, akit ma meg fogunk nézni, erről szól. Mikeás azon dolgozott, hogy a déliek megértsék az Isten szavát. Lassabb volt a folyamat a délieknél a romlásnak, de nem értették meg az Isten szavát, és utána menthetetlenül jött a következő fogság, a Babilon. Ezért, barátaim, a vallás az nem Jézuson keresztül vezet az Istenhez, hanem a vallás az Istenből formát csinál, a kénye, kedve szerint, és úgy akarja használni, alakítani őt, ahogy tetszik neki. És ma azt látom, hogy ezt tanították meg nagyon-nagyon sok helyen a hívő társadalomnak, hogy az Isten majd úgy ugrál neked, ahogy te fütyülsz. Az Isten majd úgy fog lépni arra az ütemre, ahogy te kéred, vagy ahogy mi kérjük. És barátaim, szembesülünk több évtizedes kereszténység után, hogy nem ilyen az Isten. Az Isten nem manipulálható, az Isten nem befolyásolható, az Isten nagyon is jó fiú, tudja, hogy mit akar. Nem neki van ránk szüksége nagyon sok esetben, hanem nekünk van rá szüksége. Egy nagy kegyelem, hogy egyáltalán szükségünket látja. És ezért a vallás mindig erre törekszik. Megnéztük a harmadik részt is, hogyha ez ennyire nem igaz, és ennyire hamis, és ennyire arcátlan, akkor mégis milyen erő tartja össze ezt? Mégis miért van az, hogy emberek ezrei, tízezrei, milliói állnak be ebbe? És megnéztük itt bizony a mágiát. A mágia egy olyan erő, ami egy valóságos természet fölötti szellemi erő, amit az emberek vágynak maguknak, hogy legyen, hogy fölé tudjak kerekedni. Barátaim, szinte az emberek 99%-ában benne van az, hogy a másik fölött ő nagyobb legyen. A fogyasztói társadalmat ezért tudták elhinteni. Ezért tudott Kelet-Európában 20-30 év alatt hatalomra jutni. Miért? Mert mindig egy nadrággal többet akarunk, mint a szomszédé. Mindig egy ablakkal több legyen. Mindig egy új kocsival több legyen. Nagyon kevés a megelégedettség. És tudjátok, mi történik? Úgy építünk fogyasztói társadalmat, azért dolgozunk, hogy többet fogyaszthassunk. Ha többet fogyasztunk, akkor viszont többet kell dolgoznunk. Kiépítettük a tökéletes ördögi kört. És pontosan az volt a baj, hogy mi volt ezzel, mi az, ami összetartotta, és ugye megnéztük a Simon mágus történetét, hogy ez bizony, ami összetartja, az a mágia. A mágia az képes megtérni, a mágiának szüksége van a megtérésre, a mágia is úgy van vele, mert van fekete-fehér mágia, én nem akarok ennek a rejtelmeibe belemenni, mert nagyon sűrű és nagyon mély és nagyon ördögi dolog, de egy olyan emberi, olyan, az embernek úgy meghosszabbítja az erejét, hogy felül tud kerekedni a másikon, de ez az erő, ez nem isteni erő. Ez az erő, ez félelmet kelt, ez az erő, ez rettegést kelt, becsap, befolyásol, félrevezet, manipulál. Ugye megnéztük Illésnek. Illés egy olyan proféta volt, egy olyan korszakban élt, ahol a mágia tartotta össze a királyi családnak az erejét, a mágia. A Jézabel által közvetített mágia alkotta. És az a proféta, aki kimert állni, proféta, hamis proféták százai elé. Az a proféta, aki magabiztosan azt merte mondani, hogy locsoljátok be az áldozatot. Az a proféta, aki olyan biztos volt benne, hogy tűz fog lejönni az égből, mint ahogy én most itt állok, még annál is biztosabb volt, mert lehet, hogy nem is állok itt, ki tudja. De ő annyira biztos volt benne, ez a proféta a mágia hatására összecsomagolt, ott hagyott csapott papot, és rohant, és senki emberfia nem tudta megállítani, csak az Isten. Csak az Isten. A
Vagy ott van az a Simon mágus, aki ki is mondja, akiről kiderül a történetben, hogy ő nem azért kellett neki a Szentlélek ereje, mert össze akarta, hogy törjön a szíve, mert meg akarta, hogy a másikak térjenek, hanem miért? Hogy tovább tudjon hatalmaskodni azon a városon, azokon az embereken. Ő a Szentlélekben nem azt látta be, hogy Istennek egy kegyelmi pillanata, Istennek egy meglátogatása van, hanem ő a Szentlélekben azt látta, Máni, ennyit látott belőle. És ezért nagyon megrázó, de ezt a befolyást ma, és a mágia az le tud bénítani, a mágia az üldözi az Isten igazságát, a mágia az üldözi az igazság hirdetőit. Jézabel nagyon sok mindenkit üldözhetett volna, de ő mégis egyet választott, aki az igazságot hirdette, azt üldözte, arra tette fel az életét. Saul nagyon sok megoldatlan problémája volt Izraelnek. Mégis Saul mit csinált? Egyet választott ki, egyet üldözött kit, aki az igazságot hordozta. És ezért nagyon veszélyes, mert ez a mágia, ez hatalmat tud venni egy városon, egy nemzeten, az emberi életeken is. És tudjátok, a mágia az azért használják rosszindulatú emberek, mert az Isten mit mondott? Hogy legyél, szolgáld az embereket. Küldelek, hogy szolgáld az embereket. A szolga és a szolgalelkű az nem ugyanaz, csak szeretném elmondani. Ma nagyon sok szolgalelkű ember van, aki félelemből, rettegésből, például politikusok között is nyomkod gombot. Én nagyon fel vagyok háborodva pártól függetlenül, hogy emberek bizonyos választókörzetekben, és nem a politizálni akarok, csak a lényegét értsétek meg, szavazatukat ráhúzzák emberekre. Te nem azért húzod rá a szavazatodat, hogy őneki valaki megmondja, hogy mit húzzon. Tudod, mit kéne őneki x-eljen a parlamentben? Megmondom, amit itt a választókörzetében az emberek kérnek tőle. Miért szolga lelkű? Azért, mert egy másik ember figyelmen kívül hagyva a választókörzetét. Mondja meg neki, hogy mire húzd az X-et. Ezért nagyon sok politikus csak a választásokkor találkozik a választókörzetékben élő emberekkel. Akkor érdekes, van vizé, virsli, van sör, van kenyér, van majális. Minden van. Ez a szolga lelkűség. A politikus különben a legtipikusabb példája a szolgalelkűségnek. Én választom, őneki az kéne, a fontos legyen, és azzal kéne fülállni, hogy jó napot kívánok. Abaligeten 30 éve nem nyúltak az úthoz. Valakinek hozzá kéne nyúlnia. Őneki nem azt kéne megnyomni, hogy most a Soros ilyen vagy olyan, hanem őneki azt kéne megnyomnia, hogy én azt támogatom, hogy azokon a helyeken, ahol 20 éve nem újítottak utat, ott most újítsunk utat. És mindegy, hogy a nagy király stadiont akar építeni, akkor is útra költsük el a pénzt. Ez a szolgalelkűség, barátaim. És a szolgalelkűség az fölemészt. Mi okozza ezt a szolgalelkűséget? Milyen erő? Megmondom nektek. A mágia. Az a mágia, amelyik begyűri, amelyik mert félnek. A diktatúrák soha nem úgy működtek, hogy egy ember csak nagyon erőteljes személyiség volt. Hitlerről tudjuk, hogy nagyon aktívan használta a mágiát. Mert a mágia az, mit csinál, fölé emel az embereknek. És tudja nagyon jól az ördög, miért adja a mágiát? Mert tudja nagyon jól az ördög, hogyha egy ember nagyon nagy hatalommal fölé emelkedik egy másik ember fölé, az biztos nem jóra fogja használni. Miért? Mert ilyen az emberi természet. Néhány héttel ezelőtt tanítottam ebben a gyülekezetben ugye a szegény Lázár és a gazdag történetéről. Szerintetek ott mi volt a baj? Ott az volt a baj, hogy a gazdag nem tette volna meg, hogy ad néhány tál ételt? Azért észre se vette, hogy mi a probléma. Tudjátok, hol vette észre a problémát? Amikor már betelt a pohár. De akkor nem volt visszafordítható a folyamat. És ezért nem véletlenül, és Isten látja a lelkemet, nem megint nem politizálni fogok, de higgyétek el, hogy sehol nem egészséges, ahol egy ember olyan hatalmat kap, amiben nincsenek kontrollok, és nincsenek fékek, és nem lehet megállítani. Pontosan azért, mert az emberi jellem, ha a legjobb ember volt, akkor is olyan az emberi jellem, hogy mindig a hatalom az mindig elcsábítja, a hatalom az mindig elviszi, és jó első érzés. Az Isten így könyörgött, hogy ne választhatok királyt, engedjétek meg, hogy én legyek a királyotok. Ne választhatok királyt, mert a király elveszi a gyerekeidet, elveszi a pénzedet, börtönbe zár, stb. Stb. Stb.
De mondták a zsidók, nem, mi nem akarunk különbözni a többi néptől. Mondta az Isten, rendben. Akkor az Isten még utána, mert az Isten kegyelmes, amikor belemegy az ember a rosszba, még akkor is az Isten az egészet fékezi és lassítja. Akkor még adott nekik először jópofa királyokat. Mert még a Saul is helyel közel rendben volt. Aztán utána Dávid nagyon rendben volt. Aztán utána Salamon már megint csak félig volt rendben. Aztán utána a többiekről meg ne beszéljünk. Mert csak néha bukkant fel egy-egy, aki jó volt és normális volt. Nagyon javaslom, amikor a prófétákat olvassátok, tudjátok, higgyétek el, az Ószövetségben a királyok könyve olyan, mint a filmben a forgatókönyv. Ámos mivel kezdte a múltkor, amit felolvastam Ámos könyvét hosszan, megjelölte, hogy melyik király időszakában prófétált ő. Utána lapoz a királyok könyvéhez, és mindjárt meglátod, hogy milyen időszak volt ezek a királyok, milyenek voltak. Mikeás, ma felolvasom, Mikeás ugyanúgy megjelöli, Mikeás három király ideje alatt prófétált. Mikeás hosszan prófétált. Majdnem 40 évig szolgált. Három királyt szolgált ki. Ebből kettő teljesen gáz volt, egy Ezékiás az jó volt, de ott is volt egy nagy baj, ami miatt Isten küldte. Tudjátok, a prófétát Isten soha nem azért küldi, hogy megerősítse, hogy mi a jó, hanem a prófétát mindig azért küldi, hogy felhívja a figyelmet, hogy itt van egy olyan torzulás, amire ha nem figyeltek oda, 5-10 év múlva nagy bajotok származik belőle. Ez egy nagyon fontos dolog ez. A tanács, a jó tanács, a soha nem az, hogy ezted vagy ne ezted. Mikor tanácsot megyünk kérni, akkor mindig azt várjuk, hogy valaki azt mondja, hogy tedd vagy ne tedd. Nem ez a jó tanács. A jó tanács, tudjátok melyik az? Amelyik az elhajlásodat visszahozza a helyére. Az a jó tanács. Mert ha odamész valakihez tanácsért, és te eldöntötted, hogy van a zsebedben 1 millió forint, és eldöntötted, hogy te autót mész venni, és kinézted az autót, és odamész valakihez, hogy szerinted vegyek autót? Úgyhogy már kinézted, a pénzed is megvan, és ha az azt találja mondani, hogy szerintem ne, akkor te mit fogsz mondani, hogy dicsősök az Úrnak, erre vágytam. Dehogy is, hát kiválasztottad az autót, megnézted, beleültél, megvan rá a pénzed is, azt mondod, hogy ó, ez kamu. Ez kamu. Hosszú évekkel ezelőtt volt egy üzlettársam, és vettünk magunknak autót. Én is vettem egyet, meg ő is vett egyet is. Amikor az övét vettük, kimentünk a vásárba, és nézegettünk egy kocka ladát. És jön oda 3-4 megtermett cigányember, és mondják, hogy srácok, látom, hogy még kezdők vagytok ezen a pályán, ezt az autót ne vegyétek meg, ez halára volt törve, ennek mindene ferde, ez a torka is véres. Ránéztünk, friss keresztények voltunk, ránéztünk, elkezdtük üzni az ördögöt, mert az ördög éreztük, hogy közel van, és őt választotta, hogy minket eltántorítson ettől az izétől, ettől az autótól. Láttuk, azt éreztük rajtuk, hogy ezek biztos valami nepperek, csak le akarják csapni a világ legjobb vételét a kezünkről, megvettük a kockaladát, megvettük. Barátom, ki se gurultunk vele a vásárról, megállt. Utána elhúztuk szervizbe, elmondták a szervizbe, hogy ez legalább háromszor volt totálkára törve, ami ferde lehet rajta, az ferde, stb. És ott egyszerűen megértettem azt, hogy az Isten mindig figyelmeztet, az Isten mindig szól. De ha nekem erős az akaratom, és az a kockalada olyan szépen nézett ki, kék volt, és azért barátaim a 90-es, 80-as évek végén, még a kockalada az azért, akik tudjátok, az kockalada volt. Az nem Trabant volt, nem Dacia volt, akinek kockaladája volt, az valaki volt. Minimum kulák, de valaki volt. Valaki volt. Kockaladával egészen más volt végigmenni. Most, amikor a gyerekeimnek mutatom, hogy ott a kockalada, és néznek, hogy mi ez a förmedvény. De a mi időnkben a kockalada, barátaim, az maga volt a királyság. Akinek az utcában, a telepen kockaladája volt, az mögött már megérte összesugni a szomszédoknak, hogy ez GMK-s. Párttag! Mert nem lehetett, a kockaladát nem lehetett bekopogni a Merkurba. Jól napot kívánok, Rostás Zotya vagyok, jöttem a kockaladáért. Tudod, mit mondtam? 30 év, 10 év, 20 év. Ezért az emberek jobban bíztak, hogyha nyernek, volt a Merkurnak egy ilyen nyeremény, lehetett nyerni autót, nagyobb eséllyel indultak, hogy nyernek, mint hogy sorba álltak. És akkor mindig úgy voltak az emberek, kockalada nincs. Hát mi van? Hát Warburg, meg Trabant. Az már itt van 3 év alatt. Jaj, dicsőség az Úrnak. Már 3 év. Apám ezt sem tudta megvárni, az vette egy Zaporozsecet. Ti erre már senki nem emlékszik erre, csak a 50 fölöttiek. Zaporozsec. Az, barátaim, az nem is volt autó. Lehet, hogy nem is létezett, csak a miénk volt az egyedüli. De az borzalmas volt. És nekünk az volt, mert apám azt mondta, hogy mi nem várunk semmit, veszünk, és vettünk Zaporozsecet.
És a Zaporozseccel mentünk, és emlékszem, amikor piros volt, akkor a Zaporozsec így járt, amikor zöld volt, ki az egész család, és tóltuk, mert nekünk Zaporozsec kellett. Miért? Mert apám bevette a fejébe. És tudjátok, ezért nagyon-nagyon fontos dolog, mert a mágia az pontosan ezt sar, erre sarkal téged. Megvan rá képességed, csináld meg, vedd meg, tedd meg, majd én segítek, kijössz belőle, majd holnap többet dolgozok, majd így lesz, majd úgy lesz, és pontosan erre sarkal, és mit csinál? Az Isten felé a füleidet beragasztja és lezárja. És ezért van az, hogy hiába mondod el egy embernek, de értsd meg, nem az Orbán Viktorral van bajom, hanem nem lehet egy embernek korlátlan hatalmat adni, értsd meg, semmi bajom nincs, nem bántott engem soha. Nem vette el még a feleségemet, meg a családomat. De nem lehet. Nem lehet. Azért nem lehet. És mindegy, hogy kinek hívják. Hívhatták azt Ezékiásnak, Orbán Viktornak, bárkinek. Azért nem lehet, mert az embernek nincs meg erre a képessége. És az ember ilyenkor nem az emberek szolgálatába áll, hanem maga alá gyűrűk. És erre a politikának, erre a hatalomnak több évezredes gyakorlata van. Több évezredes. Higgyétek el, hogy tökéletesen ki van ez. Ez tökére van fejlesztve. Higgyétek el. Nem a politikai párttal, meg kinek a kötődésével, nem a te kötődéseddel van a gond, hanem magával a ténnyel, ami ellen mindig Isten oda küldte a prófétát. És tudjátok, miért fejlesztették tökére? A mai királyok ezt azért, mert megvették a prófétát is. Annak idején a próféta egy egyszemélyes vállalkozás volt. A prófétát nem lehetett megvenni, a prófétát nem lehetett lefizetni, a prófétának nem kellett a liba, a kacsa, az autó, a moszkvics, a trabant, a ház, mert a próféta azt mondta, hogy nekem nem kell. Keresztelő János az egyik legnagyobb próféta volt. Keresztelő János nem érdekelte a ruházata, nem érdekelte, hogy hogy jutott ki a Jordánhoz, nem érdekelte, hogy milyen ház valakik. Pál apostol, aki a világegyetem meggyőződésem, hogy legnagyobb apostola volt. Ha valakire rá lehet mondani, hogy apostol, abban az időszakban, barátaim, a mai Európának, Közel-Keletnek egy jó nagy részét bejárt a gyalog, meg hajóval. Nem volt annyi ideje se, értitek, hogy vegyen magának egy fagyit. Hát az élete végén elmondja, hogy mi történt vele. Hát ez nem, nem és, és ráadásul egy okos, bölcs ember volt, bármelyik jesivába, bármelyik farizeusi iskola igazgatónak nevezte volna ki, mert nem kicsi tudása volt. De még az Isten ezeknél az embereknél is, akik Pál apostolok voltak, ezeknél az embereknél is, mit mondott? Tövis, hogy ne érezd azt, hogy te neked korlátlan hatalmad van. És képzeljétek el ugyanezt egy királynak az életében, akinek lehet, hogy nincs is benne az Isten. És ezek azért fejlesztették tökére, mert úgy gondolták, hogy ha a lelkiismeretet, a prófétát megfojtják, akkor bizony nincs ki szóljon. Mit kell csinálni a prófétával, aki mindig oda ment és mindig szólt? Nézzétek meg, Ámosznál múlt héten felolvastam, a bételi pap bemúszerolta Jeroboámnál, hogy az Ámoszt le kell cserélni, mert az Ámosz soha nem mond jó hírt. Az Ámosz mindig azt mondja, hogy nem igaz, hogy növekszik a gazdaság, az Ámosz mindig azt mondja, hogy ilyen, az Ámosz az állandóan mellé beszél. Ez mindig azt mondja, hogy térjünk meg ez legyen, meg az legyen. Ugyanez volt Mikeásnál is. Csak Mikeás annyival volt másabb, hogy állna jó, elseggelték. Jó, elverték. Mert az meg egyáltalán nem volt hajlandó. Tudjátok, mi különböztette Ámosz és Mikeás között is, majd ha végigolvassátok, meg fogjátok látni, majd de felolvasok belőle pár részt, Mikeás és Ámosz között az volt a különbség, hogy Mikeás teljesen meg volt róla győződve, hogy az Istentől szól. Ámosz meg úgy került ebbe mint Pál a krédóba, ugye, hogy őrzi a marhát, végzi a őstermelő volt, végzi a vállalkozását, és egyik reggel, amikor kimegy legeltetni, azt mondja neki az Isten, hogy marha itt marad, barátok itt maradnak, irány észak Jeroboámhoz. Azt se tudta, hová megy. Úgy volt vele, mint Mózes. Mózes egy nagy próféta volt, de amikor beküldték a fáraó elé, azt se tudta, mit csinál. Mindent megtett, hogy ne menjen. Ő nem alkalmas rá. 40 évig arra várt a pusztába, hogy az Isten újra megszólítsa. És amikor megszólította, akkor egyből mit érzett? Maradnék. Ámosz annyiból volt másabb, hogy ez azt mondja, jó, megyek. De nem tudta. Mikeás tudta, hogy hová megy, hogy ki küldte. Ezért volt elszántabb.
Ezért volt egyenesebb. A proféták nem arról voltak híresek, hogy rózsával mentek a királyhoz, meg tortával a szülinapra, hanem mindig üzenettel mentek. És abban az üzenetben bizony az volt megírva, hogy király, neked elgurult a gyógyszered. Király, te ocsmány dolgokat csinálsz. Király, az Istennél betelt a pohár. És nem szerették a királyok. Megölhették a királyok a prófétát. Ezért a legjobb üzlet? Megvenni a prófétát. A legjobb üzlet azt megbékíteni és azzal összeházasodni, akinek az lenne a feladata, hogy egy nemzetnek, egy országnak a lelkiismerete legyen. Nem kevesebbet mond az egyházról a Biblia, hogy só. És azt mondja, hogy ha a só megízetlenül, akkor a sót semmi másra nem lehet használni, mint arra, hogy kidobják. Ha a só megízetlenül, akkor az Istennél betelik a pohár. Ha a só arra használja saját magát, hogy üzletet kössön a királlyal, mert ne felejtsétek el, hogy a király mindig üzlettel akarja megvenni. A király mindig üzletelni akart. Ámosz prófétánál, megnézitek talán ott a 5.-6. részben, írja az ige, múlt héten nem olvastam föl, hogy alig várták az abban a korban élők, hogy a szombatnak vége legyen. Alig várták, hogy vége legyen a szombatnak, mert a szombatnak vége van, lehetett újra hajtani a pénzt. Írja Ámosz, hogy elállították a mérlegeket. Csaltak! És vasárnaponként, meg szombatokként, dicsőség az Úrnak, nagy a mi Istenünk. A hétköznapi mérlegállítások, a hétköznapi csalások vasárnapra eltűntek. Eltűntek. Hétköznap pereskedünk, ott nincs áldjon meg az Úr, csak a rohadjá megvan, és hétvégén meg dicsőség az Úrnak. És Ámosznak azt mondta, ezt mondd meg a királynak. Ezt okozza, ha lecseréled Jeruzsálemet Péterre, ezt okozza, ha ki akarod írtani a prófétát, a lelkiismeretedet, mert én nem azért adom, hogy téged bántsalak, hanem azért, hogy visszategyelek arra a pályára, amire rendeltelek. És barátaim, ennek megdöbbentő, de a mágia az összetartó ereje. És tudjátok, a mágiának vannak jelenségei, a mágiának van ereje. Simon mágusról azt írja a Biblia, hogy elkápráztatta. Nem a József Attila verseivel, és nem a művészetével, és nem a tudásával, hanem tudjátok mivel? Azzal, hogy nagyobb ereje volt, mint egy másik embernek. Lehet, hogy tudott pulpitus lebegtetni. Lehet, hogy aranypor hullott az égből, és mindenki aranyporos lett, vagy olaj csorgott, még a székekből is. És arra azt lehetett mondani, hogy Isten nagy ereje. De az Isten az erejét nem azért adja, hogy olaj csorogjon a székekből, hanem az Isten azért adja az erejét, hogy abból a nyomvat nyomorúságunkból, ami gyötört egész héten, ami gyötör életem kezdete óta, ami az atomet tudjak szabadulni. Erre adja. Nem a székre, nem a radiátorra, nem a fűre, a fára adja, hanem belém adja, hogy meg tudjak változni, barátaim, mert ha erő van, akkor van változás. De az erő, az nem arra van. Mi mire használjuk sokszor az erőt, hogy a másikat megváltoztassuk vele. De az erőt nem a másik megváltoztatására kapom, hanem hogy én megváltozzak. Általában azok szoktak foglalkozni a mások megváltoztatásával, akik önmaguk tele vannak, mint a déli busz. És úgy lehet elterelni a figyelmet, hogy majd én akkor megváltoztatok másokat. És Teréz anyaként rohangálnak, hogy ők majd mindenkit megváltoztatnak. Természetesen van, akinek betartanak, van, akinek nem. De nem így működik ez. És ezért sajnos ezt a mágia tartja össze ezt az erőt, és barátaim, észrevehetetlen, nagyon nagy csapda a mágia, mert nagyon nagy hatalmat ad. Simon mágus képes volt megtérni, megkeresztelkedni, képes volt Fülepnek a tanításait végighallgatni. Egyetlen egy módon bukott meg Simon mágus, amikor látta, hogy a Szent Lelket az odaérkező János és Péter nem arra használja, hogy Fülepnek megerősítsék a hatalmát, hanem arra használja, hogy az emberek megtérjenek, megszabaduljanak a betegségeikből, meggyógyuljanak. És akkor azt mondta, hogy ezt lehet jobbra is használni. Ugyanaz a mágia volt benne, mint ami Iskariotes Júdásban, aki amikor a világ egyetemben egy nő kap arra látást, hogy azt az olajat, amit összegyűjtött, azzal kenje meg
az élő Jézus testét, mert utána nem lesz idejük arra, hogy megkenjék. És Jézus elmondja neki, és mit lát ebből az ember, ebből az egészből? Azt látja, hogy ezt el kellett volna adni. És mondja az ige, még ki is szól a Szentlélek az igéből, hogy olvassátok az evangéliumot, hogy egyáltalán nem azért akarta, hogy eladják, mert ő ezt a szegényekre akarta fordítani, hanem azért, hogy többet tudjon lopni. És ez egy nagy veszély. Ez egy nagy veszély. Elmondtam még azt is, hogy ezek a társadalmak jóléti társadalmak voltak. Északon is jólét volt, délen is jólét volt. Nem volt kenyérgondjuk, barátaim. Jól ment a szekér, jól ment az üzlet. Hát hiszen alig várták, hogy a szombatnak vége legyen. Olyan volt nekik a szombat, hogy egy ilyen keserves dolog volt, állítgatták a mérlegeket, hogy másnap nagyobb kasza legyen. Akik a kereskedelemben dolgoznak, tudják, hogy a mérleg állítással, a mérleg meg a pénztárgép a két dolog, amit nem én hitelesítek. A pénztárgépet is egy hatóság hitelesíti, meg a mérleget is. Ma már nincsenek ilyen mérlegek, de régen oda volt írva, hogy melyik hatóság hitelesítette. Miért? Hogy amikor 3 dekát vesznek, akkor ne 8 dekát mutasson. Mert nem mindegy, barátaim, hogy egy 1 kiló párizsit 1 kilóként adod el, vagy 1,3 kilóként adod el. És ezek az emberek így szolgálták az Istent. Mi volt az ő istenük? Elmondom nektek. A pénz. A hatalom. Miért kellett nekik a hatalom? Azért, mert a hatalom, tudjátok, miért kell az embereknek a hatalom? Mert pénzt tudnak vele szerezni. A hatalommal pénzt lehet szerezni. Bemész, kimész, menjél bele a parlamentbe, legyél kedves. Ha nincsen hatalmasságban levő ismerősöd, és mondd el a véleményedet, kérjél szót. Mondd el, hogy te innen jöttél, Kovács Béla vagy, szeretné szót kérni. Van véleményed. Barátaim, el se jutunk a nemzetházáig. Mert már lekapcsolnak a Batthyány téren, vagy a Pest határába, ha tudják, hogy miért mész. Holott teljesen normális dolog lenne. Holott mindenki azt mondja, hogy szeretné hallani a nép hangját. Hát akkor itt van, halljad a nép hangját, de te nem a nép hangját szeretnéd hallani, hanem te első kézből szeretnéd megtudni azokat, ezek az emberek, hogy milyen üzlet hová érkezik, hol lesz ilyen építés, olyan építés, hol kell megvenni a telket, ami majd 5 év múlva autópálya lesz, és drágában el lehet adni, ezért kell neked a hatalom. Semmi másért nem kell. És miért ragaszkodnak foggal körömmel? Mert az az ember, aki az emberekért teszi az életét, és azt mondja, hogy srácok, én letettem az életemet, de úgy látom, hogy ez nem megy. Keressetek egy jobbat, én félreállok. Ki nem tud félreállni? Az, aki nem az emberek érdeklik, hanem azok az információk, az a hatalom. És pontosan ez volt Ámosz idején is, hogy ezek az emberek bizony jó létben éltek. Csak egyet elfelejtettek, hogy a jó lét az felelősséggel jár. A jó lét az nem jár. A jó lét az nem tudatlansággal, a jó lét az felelősséggel jár. Múlt héten elmondtam, hogy Nyugat-Európának nem a migránsok fogják a bukásokat okozni, hanem az, hogy a jólét mellé nem párosított felelősséget. Gyermekeim el voltak egy hosszú hétvégére Amsterdamba, barátai, minden második bolt sex shop. Minden második. A zöldséges boltba is lehet kapni valamilyen szexuális segédeszközt. Hollandia nem ezért kapta a jólétét, hogy erre fordítsa. Csak mi történt? Levágták az ellensúlyt, és a hajó, tudjátok, mi történik? Össze fog dőlni Lipitjára. Lipitjára. Darabokra. Holott nem kellett volna soha összetörjön. Soha az életben nem kellett volna összetörjön. És ezért a hatalom nagyon veszélyes, mert a hatalom levágja az ellensúlyokat. A hatalom a hajót szeretné láttatni. Nagy a hajó, szép a hajó, hősök vagyunk. Csak nincs alatta erkölcsi tartás. A hányinger kerülget, amikor hallom, hogy keresztény nemzet, és a keresztény kultúra meg így, úgy, amúgy. Én nem szeretnék ilyen keresztény nemzetben létezni. A keresztény nemzet az onnan keresztény nemzet, hogy nem vasárnapi istentiszteletek vannak, hétközben meg mérleg átállítás. Hanem hétközben is istentisztelet van. És Ámoszt ezért küldte. Ezért jelezte Ámosznak. És tudjátok, az a baj ezzel, a mai kereszténységgel, hogy ez egy hit nélküli kereszténység. Ez hatalomra törekszik. Hogy lehetek én keresztény, ha utána a politikus társamat vagy a barátomat elmondom minden szemétládának? Hogy lehetek én olyan, ha utána följelentem, megalázom, lebecsülöm? Hogy mondhatom én el magamról, hogy keresztény vagyok?
Még ha igazam van, Jézus mindig felhívta ezekre a figyelmet, hogy igen, van, lesz olyan helyzet az életbe, amikor tényleg te megalázott helyzetbe kerülsz, és tényleg neked vannak valóságos ellenségeid. Akkor is nem az volt a tanács, hogy ezeket nyugodtan ki lehet írtani, hanem mi volt a tanács? Azt mondja, na most fog elválni majd, hogy te melyik oldalon állsz. Bételbe vagy, vagy Jeruzsálembe vagy. Most fog elválni. És ezek a proféciák, amikor ezek a kis proféták éltek, ezek ilyen időszakokban éltek. Barátaim, tudjátok, mi a szörnyű benne? Engem úgy megrázott, hogy megkönnyeztem, hogy egyszerűen egy valóságos korképet ad a mai helyzetről a kis proféta. Valóságos korképet ad. A kereszténység a hitélet állapotáról, a nemzetek állapotáról, de Magyarországon, meg nem magyar politikában gondolkodjatok. Ez nagyobb kiterjedésű annál. És ezért kialakul a hit nélküli vallásosság, és a hit nélküli vallásosság az egészen másképp működik, miközben a hétköznapokban istentelen élet megy, az közben a hétvégéken pedig beindul a vallásos gépezet. Évek óta nem tudtam soha, hogy miért utálom annyira a vasárnapot. Hisz talán évek óta az egyetlen pihenő napom a vasárnap. Mert pénteken befejezem a munkát, szombaton szolgálok, vasárnap az egyedüli napom, és mindig megértettem, hogy miért lázadok én a vasárnap ellen. Azért, mert a vasárnapon csúcsra járatják a hit nélküli vallásosságot. És azt mondja az Ámosz könyve, Ámosz könyv, 5. rész, 21. vers. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleteikben. Még ha égő áldozatokkal áldoztok is nekem, sőt, ételáldozataitokat se kedvelem, kövér háló áldozataitokra rá se tekintek. Távoztasd el tőlem éneket zaját, hárfáit, pengését nem hallgatom, hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Járultatok én hozzám véres áldozatokkal és ételáldozatokkal a pusztában 40 éven át, ó Izrael háza? Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat, és Kíjunt, a ti képeiteket, a ti isteneiteket, csillagát, melyeket ti csináltatok magatoknak. Én Damaszkuszon túlra száműzlek titeket, azt mondja az Úr, akinek a neve seregeknek Istene. Mire volt Isten felháborodva? Erre a kettős életre. Világá kiártjuk, hogy keresztények vagyunk, és közben a hétköznapokban nem adjuk ennek jelét. És azt az Isten, hogy ezt nem szereti. Inkább legyél bűnös. Tudjátok, Káin és Ábel között milyen megrázó, mi volt a különbség? Káin oda ment és azt mondta, nagy áldozatot, nagy adományt hozok neked, hogy nagy bűnbocsánatot adjál. Ábel meg oda ment a bűneivel, és azt mondta, hogy nem tudok vele mit csinálni, vedd el, kérlek. Káin azt mondta, hogy akkor hozok többet, majd többet adok, majd többet teljesít, majd leveszlek a lábadról, csak adjál nagy bűnbocsánatot. Ábel meg azt mondta, hogy nem tudom én ezt megoldani. Szükségem van rád, hogy ez megoldódjon. Nagy különbség van a kettő között. Nagy különbség van a két áldozat között. És ugye Istennél betelt többször a pohár, Noénál betelt a pohár, láttátok, többször Isten emberei rángatták vissza magát Istent, Szodománál, Gomoránál betelt a pohár. Eljönnek olyan időszakok, amikor betelik a pohár. Amikor Isten úgy dönt, hogy betelik a pohár. Amikor egy nemzet életében, egy egyén életében, egy egyén sorsában betelik a pohár. Tudjátok, az a csodálatos az Istenben, hogy a pohár betellése, ott volt a babiloni fogság, úgy telt be Istennél a pohár, hogy közben jelezte előre, hogy ez 70 évig tart ez a betellés. Hogy azért ne mondjatok le magam, ne vágjátok fel az ereiteket, csak tanuljatok belőle. Csak formáljon, csak alakítson benneteket ez a betelt pohár. És ezért a vallásosság hit nélkül nem kedves Isten számára. Nézzük meg Mikeás könyvét. Mikeás 1. Előjáróban annyit szeretnék elmondani Mikeásról, hogy erről a srácról csak annyit tudunk, hogy hol született, meg ő felsorolja, hogy három király időszaka alatt él.
egy Jótám nevezetű, egy Akház nevezetű és egy Ezékiás nevezetű király időszaka alatt él. Úgy tudjátok beazonosítani, ezt csak azért mondom el többször, mert kérlek benneteket, a kis profétát olvastok, azt mindig Királyok könyvével olvassátok, meg Krónika könyvével, mert a Királyok könyve írja le, hogy azok a királyok milyenek voltak, és ha megismerjük, hogy milyenek voltak a királyok, akkor értjük meg, hogy miről profétált ez a személy. Mikeás a következőt mondja. Ese a fogalmazásáról lesz majd híres, és nem azért fogjuk szeretni. Az Úr igéje, amely lőn a Mor eseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyának idejében, amelyet látott Szamária és Jeruzsálem felől. Halljátok meg minden népek, figyelmez föld és annak teljessége, és az Úristen legyen bizonság ellenetek az Úr az ő szent templomából. Mert ímé kijő az Úr az ő helyéről, és leszáll és lépd el a földnek magaslatain. És szétmálanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz, a tűzelőt, mint a meredekről leszakadó vizek. Jákob vétkér lészen mindez, és az Izrael házának bűnei miatt, micsoda Jákob vétke? Avagy nem Szamária-e? És mik Júda magaslatai? Avagy nem Jeruzsálem-e? De olyanná teszem Szamáriát, mint a mezőben való kőrakás, szőlőplánták helyévé, és lezudítom a völgybe az ő köveit, és még fundamentumot is kimutatom. Faragott képei mind összetörnek, és minden ajándékát tűz égeti meg. Minden bálványait semmivé teszem, mert paráznaság béréből gyűjtögette azokat, azért ismét paráznaság bérévé legyenek. Emiatt kesergek és jajgatok, ruhátlan és mesztelen járok, üvöltök, mint a sakálok, és sikongok, mint a strucmadarak. Mert halálosak az ő sebei, bizony Júdáig ér népem kapujáig, hatol Jeruzsálemig. Mikeás 2:1-2. Aztán a végén majd egy pár szót szólok is ezekről, csak nézzük meg. Mikeás 2:1-2. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, és akik ágyasságukban gonoszságot cselekszenek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat, és elszedik, és nyomorgatják a gazdát, és az ő házanépét, az embert, és az ő örökségét. Mikeás 3:1-4. Csak egy kis korrajz, hogy hogy nézett ki az az időszak. És mondván, én, halljátok, kérlek, Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tiszteteket tudni az ítéletet? Ti, kik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát és lenyúzzák róluk bőrüket és összetörik csontjaikat és feldarabolják akárcsak a fazékba, amint húsba, hústatálba. Kiáltanak majd az Úrhoz, de nem hallgatja meg őket, sőt elrejti orcáját előlük, mivel hogy gonoszokká lettek cselekedeteik. 11:12. vers összefoglalja az egész korszakot, kiknek fejedelmei ajándékért ítélnek, és papjaik jutalomért tanítanak, és profétáik pénzért jövendőlnek, és mégis az Úrra támaszkodnak mondván, avagy nincs-e közöttünk az Úr, nem következik mireánk veszedelem. Azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommal lesz a Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Nem akarok végigmenni az egészen, de ez egy összefoglaló, hogy milyen helyzet volt akkor Júdában. Tudjátok, Mikeás ugyanabban a korban élt, amikor Ámosz és Hóseás. Sőt, Mikeásnak volt egy nagyon nagy proféta és a társa, őt Ézsaiásnak hívtuk. Ezek a proféták mind arra voltak hivatottak, hogy elmagyarázzák a népnek, hogy a pohár miért ellik be. És nagyon érdekes, de ugye ez egy régi magyar mondás is, hogy általában a fejétől bűzlik a hal. Hóseással azért kell vigyázni, mert Hóseás ezt még egyenesebben fogalmazza meg, és arra még szerintem lelkileg nem vagyunk felkészülve. De azt mondja, és itt nagyon határozott dolgokat írt le, azt mondja, hogy annyi történik az ő népe között, hogy a vezetők nem a nép szolgálatába állnak be, hanem a vezetők nem kevesebbet fogalmaz, mint lerántják a népemnek a húsát, a bőrét, hatalmaskodnak rajta. Egyszerűen nem a boldogulásukat, nem az előmenetelüket nézik. És ez, barátaim, nagyon sajnálom, hogy ki kell mondjam, de ez vonatkozik nagyon sokszor az egyházi hatalomra is, és vonatkozik a világi hatalomra is egyértelműen. Nézzétek meg, mit mond, hogy nem vonatkozik az egyházi hatalomra, azt mondja, hogy pénzért profétálnak. A tanítást pénzért, jutalomért, hatalomért adják tovább. Kap egy tanítást, azt mondja, majd elmondom, hogyha majd megerősítem bele a hatalmat, majd csak annyit szivárogtatok belőle, ami épp arra kell neked, hogy abba az irányba fordítsalak. Majd fenyegetlek az ítélettel, majd fenyegetlek azzal, hogy ha ezt nem teszed meg, mi lesz a következménye, ha nem hiszel, mi lesz a következménye,
Pontosan arra jó, hogy hatalmamba tartsalak. És nagyon megdöbbentő, hogy Mikeást ezért küldi el az Isten. Mikeásnak különben a nevének a jelentése az volt, hogy kicsoda olyan, mint az Isten. A végén majd így fejezi be Mikeás. Az eredetiben nagyon érdekes, a 7. részben van egy olyan verszak, hogy kicsoda olyan, mint az Isten. Az eredetiben az van leírva, hogy Mikeás. Kicsoda olyan, mint az Isten. És Mikeás, majd elolvassátok a 7. részt, nem arra gondolt, hogy én vagyok olyan, mint az Isten. Hanem felteszi a kérdést, hogy érdemes ezt nektek csinálnotok? Hát kicsoda olyan, mint az Isten? Kicsoda? És akkor felsorolja nekik, hogy mit tett veletek az Isten. Ámosz ugyanezt felsorolta nekik. És tudjátok, nagyon megdöbbentő ebben, hogy Jeremiás is ír elől a prófétáról, és azt mondja Jeremiás Mikeásról, hogy súlya volt, amit mondott. Nagyon nagy súlya volt. Barátom, itt már nem babra ment a játék, itt már nagyon közel volt a fogság, az elhurcolás, és Isten az utolsó pillanatig. Nagyon sokszor csak annyit értünk meg belőle, hogy az Isten milyen kegyetlen, hogy a saját népét odaadta. Az Isten milyen kegyetlen, lepaktál a sátánnal, és eladja neki Jóbot. Az Isten milyen kegyetlen. Tudjátok, azok gondoljuk így ezt, én is nagyon sokáig így gondoltam, akik nem ismerjük az Istent. És akkor, amikor végigolvassuk ezeket a kis profétákat, akiknek azért támasztotta Isten, azért hozta őket lehetetlen helyzetbe, hogy a népét megmentse. Hányszor mondta Ámos, hogy hányszor kértem, hogy térj meg? Hányszor szóltam? Barátaim, még szülőknél se, az nem jó nevelési elv. Ez az új világnak a nevelési elve, hogy te csak szóljál, és majd a gyerek eljut arra az érettségre, hogy majd egyszer megáll, addig álljál egy lábon, amíg eljut. Tudod, mire jut el? Amivel Nyugat-Európában eljutott, hogyha a szülő fölemeli a gyerekre a kezét, akkor a szülőt följelentik és elviszik börtönbe. A legtöbb szülőt ma Nyugat-Európában a gyerekeik nevelik, jelentik föl. Hát milyen érzés lehet az? Akkor a saját gyerek jelenti föl a szülőjét, vagy a saját szülő a gyerekét. Lehet az akár fordítva is. És Mikeás egy súlyos proféta volt, azt mondja, hogy egy ilyen volt, Ézsaiás kortársa volt, tehát nem akárkinek a kortársa volt. Ezek egy buliba voltak itt ezzel az Ámosszal és a Hósiással. És érdemes ugye itt megemlíti, úgy kezdtük a Mikeásnál, hogy három királyt említ meg, ezt a Jótámot. Hát ezzel a Jótámmal az volt a baj, hogy az Úr szerint élt, majd ha elolvassátok a Királyok könyvébe, csak annyit csinált, hogy elment egyszer, talán valahová, és ott az megmaradt benne, hogy nem volt elég neki az Úrnak az oltára, hanem csinált magának még sok-sok pici oltárt. És ott kiélte a saját Isten képeit. Aztán van a másik, az Akház, az is 16 évig uralkodott. Ő abszolút a bűnben élt, ő több lábon állt, ő elment egyszer, asszírok segítettek neki egy csatában, és annyira megtetszett neki Asszíriában egy oltár, hogy megvette, megcsináltatta a másolatát. A régi, még a Szent Sátorban felállított égő áldozati oltárt arrébb tolatta, és berakta oda azt az ő általa csináltatott asszír oltárt, és azt mondta a papoknak, hogy innentől kezdve erről áldozzatok. De megtartotta az égő áldozati oltárt rosszabb időkre, hogyha esetleg az asszír oltár nem működik, akkor majd visszatolják az eredetit, és akkor majd az úgy fog működni. Ez a több lábon állós Isten hívő, aki úgy van vele, hogy megy a szekér, mit kerekem az Isten, mit mondja meg az Isten majd, hogy mit kell csináljak, meg jó, hogy nem már ez, meg különben is milyen Isten ez. Engedte meghalni a zsidókat, stb. Milyen Isten ez? Gyerekek halnak meg, háborúkat enged, milyen Isten ez? És amikor meg esetleg ő is a háború része, akkor meg nyöszörög. És azt mondja, hogy vissza kéne tolni az égő áldozati oltár. Csak az a baj, hogy az Isten használni akarta mankónak. Barátaim, ma a kereszténységre az jellemző, hogy mankónak használja az Istent. Mankónak. Ó, most sántítok, most gyere. Ó, most bajba van, most gyere. Ha nagyon bajba van, akkor két mankónak. Az Isten dicsősége le van alacsonyítva egy mankóvá. De barátaim, az Isten nem bratyizik így le. Az Isten nem megy le ebbe a mélységebe, az Isten soha nem lesz mankó. Az, hogy segít, az, hogy kegyelmet, az, hogy irgalma van, az nem azt jelenti, hogy mankó. Hogy előszólítom én, amikor kell. Egy házasság is, milyen házasság az? Mikor voltunk a beduinok sátorába, ugye ott értettem meg, hogy milyen átkos dolog a többnejűség. Mert amúgy egy férfi számára,
Tudom, hogy csak én vagyok így vele, de egy férfi számára azért vonzó dolog. Úgy elfut a gondolat, hogy éj, ha három lenne belőle. Egy jó főzne, egynek pénze lenne, egy meg szép lenne. Milyen jó lenne. És azt csinálta a beduin, hogy megfogta és átdobta a követ. És amelyik azt mondja, ráesett, annak kellett menni. Az volt aznap a napos. És azt úgy hívták, hogy házasság. Még az se, hogy vattacukorral, vagy valami pillepalackkal dobja meg üresen, kővel. Ezek ott a birkáknál aludtak, a nők, mert állatok voltak. Barátom, ez nem olyan régen történt ám, 60-70 éve. Ott aludtak, ott voltak, csak átdobta a követ, és amelyik ment, az nem jó szívvel ment, hogy de jó, megyek a férjemhez, hanem félelemmel, rettegéssel. Milyen házasság ez, ahol az egyik rabszolga? Milyen házasság ez, ahol az egyik csak akkor kell? Tudjátok, a közösségek azért romlottak meg. Mert nagyon sokszor csak akkor akarjuk egymást használni, amikor szükségünk van rá. Már eleve hány ingerem van azokról a telefonoktól, aki fölhív és azt mondja, hogy jaj, kézed el, az Úr eszembe jutatott téged. Édes Istenem, hagyd ezt az üres dolgot. Akkor jutatott volna eszedbe az Úr engem, amikor szittál. Most eszedbe jutatott azért, mert kell valami. És utána bele is kezd, hogy de a lényegre térjek, azt akarom mondani, hogy. De akkor nem kell mondani, hogy eszembe jutott az Uram, azt kell mondani, hogy azért hívlak, mert ezt akarom, ezt szeretném. Igen vagy nem? De becsomagolják ebbe az Úr eszembe jutott. Különösen, ha adtatok már kölcsönt, azt tudjátok, hogy ez milyen szép műfaj, kölcsönadás. Jaj, te vagy a kedvenc testvérem, annyi. Tudtam, mindig te voltál a kedvenc testvérem. Mindig. És amikor nem tudja visszaadni, akkor nem áll oda eléd, hogy te vagy a kedvenc testvérem, ezért tisztességgel ideálok, és azt mondom, hogy ha már kedvenc testvérem, nem tudom viszont. Nem, akkor én emlékszem rá, lehet, hogy te loptad ezt a pénzt, amit nekem adtál, és az Úr így vette el tőled. Mondd-e az Úr. És meg van ideologizálva. Barátaim, ennek semmi értelme nincsen. Az ég adta világon. Na és ez az Ezékiás, ez egy ilyen király volt. És tudjátok, a vallással is az a baj, most már nagyon sok ismérőt mondom a vallásnak, de a vallás mankónak használja az Istent. Abszolút mankónak. Az Istennél a 24. század elején, akár mennyire is kegyelem ideje alatt élünk, higgyétek el, hogy a mankónak akarjuk használni, betelik a pohár. Ő szerelmet adott nekünk. Ők valóságos közösségre hívott el. Akármilyen szerelmes is vagyok, ha a feleségemet csak egy mosogatógépnek használom, meg egy főzőgépnek, akkor ő azt soha nem fogja érezni, hogy én őt szeretem. Hanem az ellenkezőjét fogja érezni. Én romák között szolgálok, és nagyon sok házas alkalmat tartunk. És tudjátok, a házasságnak, a romák között azért romlanak meg a házasságok, mert a férfiak hozzák ezt az évszázados tradíciót, hogy a nő egy másodrendű, halantas személy, akit szolgálnak használ. És utána csodálkoznak a roma férfiak, hogyha börtönbe kerülnek, vagy az élet elsodorja őket, akkor a roma asszonynak az első lépése az, hogy kilép ebből a közösségből. Miért? Azért, mert azt hagyta maga mögött. Tudjátok, egy válást is érdemes megnézni két irányból is. Mit hagyok magam mögött? Én amikor börtönben voltam, és a roma srácok féltek, rettegtek, hogy most mi lesz, elhagyja, meg hallotta, hogy a szomszéd, stb. És ott láttam, hogy hát srácok, hát ezt hagytátok magatok mögött. Hát már vonultál be a börtönbe, még akkor is az asszonyt okoltad, még akkor is azt szittad. Amikor csomagot kész, ki vagy szolgáltatva, be vagy zárva, úgy beszélsz a telefonon az asszonnyal, mint a kutya kötelessége lenne, meg se kérdezed, hogy a gyerekeknek tud adni enni, mert neked most csomag kell, meg cigi kell. Most, még most is ugyanúgy viselkedsz. Hát gondol, csodálod, hogy kihasználja azt a 2-3-4 évet, amíg benn vagy, és olyan messze szalad el tőled, amilyenre csak csúd tud, csodálod. De ott volt nagy sírás, ott jött az Isten, mint mankó, hogy ő hívő. És tudjátok, mit mond? Majd Mikásnál ezt olvassuk később, azt mondja az Isten, hogy ezeket az imákat meg se hallgat. Az Isten félelem az nem azt jelenti, hogy visszaélek. És csak akkor félek az Istentől, amikor bajba vagyok. Az Isten félelem az azt jelenti, hogy tudom, hogy ő egy hatalmas Isten.
És én azt egy kegyelemnek tartom, hogy tegnap voltam egy családi összejövetelen, és tudjátok, ezeket a családi összejöveteleket mindig úgy élem meg, és annyira hálás vagyok az Istennek. Az első keresztény életem első 15 évében mindig zsörtölöttem, és úgy voltam, hogy édes Isten, igazi karizmatikus hites voltam. És most elmondom nektek, hogy élem meg, hogy ülök, és nézem a családtagjaimat, és azt mondom, hogy Istenem, egyrészt hálás vagyok az Istennek. És megértem azt, hogy mekkora dolog, hogy megszabadultam az apáimnak, anyáimtól örökké, ott hiába éltem. De ezt nem arra használom föl, hogy az apáimat és anyáimat, ezt egész rendezvényen azt mondom nekik, hogy én megszabadultam. De viszont végtelenül látom, és hálás vagyok, hogy ez mekkora dolog. Ugye ezt nem kell így leélnem a napokjaimat. És végtelenül nagy fájdalom van bennem, és nagy tenni akarás, hogy mit tudok én ezért tenni. Hogy ezt őnekik se így kelljen befejezni ezt a pályát. Hogy a következő ballagás, a következő születésnap, a következő esküvő, ma ne így legyen. De itt nem használhatod mankóként az Istent. Nem lehet az Istent mankóként használni. Aztán jön az Ezékiás király, aki majdnem 30 évig uralkodott. Ez az Ezékiás király, ez egy jó király volt. Lerombolta a bárványokat. Itt a kettő királyok 18.4. része írója, hogy ő van ez a Nehustán. Így nevezték el az érszkígyót, ilyen szép magyaros nevet adtak neki. Nehustán. Nehustán. Öreganyám mindig mondta, amikor adott valamit, ne. Ezt is úgy megtanultam, hogy milyen szeretettel lehet a ne. Ne egyél. A kutyának is azt mondja, itt van, gyere, egyél. Mama, ne egyél. Nem ne egyél, hanem ne egyél. És ez a Nehustánt mindent bedöntött, mindent, érckígyót, amit évszázadokig őriztek, mindent bedöntött, mindent tönkretett, mindent bezúzott, mert érezte, hogy hát az Isten ezt akarja, és megtisztította a bálványoktól, visszaállította a szolgálatokat, kitakarították a templomot, csodálatos időszak volt. De Isten mégis üzent Mikáson keresztül neki egyet, hogy mindent helyre raktál, de a nagy helyrerakásban elfelejtetted, hogy én igazániból nem ezt akartam helyreállítani, hogy tisztább legyen a templom. A szívekben pedig nem történt változás. Tudjátok, amikor valaki nagyon hirdeti, hogy keresztény nemzet, azzal egyetlen egy baj van, hogy rendet raknak. Még az alkotmányba is beleveszik, hogy keresztény nemzet. Bevezetjük a kötelező hittanoktatást, mi keresztény nemzet vagyunk. És közben meg azt veszem észre, hogy a szívekben meg nem történik változás. És barátaim, kiglancolhatjuk mi a templomot, belerakhatjuk mi az Isten nevét az alkotmányba is. Isten áld meg a magyart. Beletehetjük mi. Ha a szívekben nem történik változás, ez egy mász, egy glancolás. És nagyon sokszor felemelik az emberek a kezüket, hogy most miért baj az? Nem az a baj, hogy beleteszi. Nem az a baj, hogy azáltal, hogy hittan bevezetnek, azáltal nem lettek jobbak az emberek. Nem tértek, nem történt a szívekbe változás. Nem lehet a hitet kötelezően eladni. Nem lehet úgy eladni, mint egy matek órát, egy történelem órát. A hit az egy egészen más műfaj. Attól, hogy beleveszem az alkotmányba, attól még nem történik meg az, hogy az egyik nem lopja meg a másikat. Attól még nem történik meg az, hogy az egyik nem jelenti föl a másikat. Hisz hát benne van az alkotmány, ma mégse lettünk csodaország. Hanem mi hozza a változást? A szív. Isten mit akar? Hogy a szíved változzon meg. És mi volt a baj Ezékiással? Nem az volt a baj, hogy mindent kilgancolt. És higgyétek el, a mai élő egyházaknak ez egy nagyon nagy baja. Laodicea erről szól. Gazdag vagy, szép vagy. Látványos vagy, csodálatos vagy. Le a kalappal, óriási eredményeket érsz el. Óriási. Csak a szívekben nem történt meg a változás. És ezt mondja Mikeás, Ezékiásnak, nem véletlenül várta meg. Tudjátok, úgy fellélegezhetett volna Mikeás. Van előtte két fura király, aki mindent csinál. 16-16 évig uralkodik, és Mikeás még megvárja, az öreg Mikeás még megvárja a harmadik királyt. És úgy látszólag fellélegezhetne, és azt mondja, hogy végre egy normális király, végre rend van a templomban, végre az alkotmányban rendben van, végre magyar keresztény nemzet vagyunk, végre, végre mindenki hittan tanul, végre eljött a Kánaán. És Mikeásnak azt mondja az Úr, hogy Ezékiásnak azt mond, hogy ez még nem változás.
értékelem szép, csodálatos. Mit mond Laodiceának? Azt hiszed, hogy hős vagy, híres vagy, nagy vagy, erős vagy, bátor vagy. Közben, mivel a szíved nem változott meg, nem veszed észre, hogy nyomorult vagy, elesett vagy. És ezért ma el van kápráztatva ezzel. Sokszor nemzetek. Micsoda keresztény kormányok. De értsétek meg, a világ nem tudja megváltoztatni a szívet. Egy politikai hatalom, egy világi hatalom nem változtat meg szívet. Szívet Isten tud megváltoztatni. Barátaim, a tüdőnket köpjük ki, a könycsatornánkat kísérjük, hogy egy nyomorúságunkból meg tudjunk változni. El kell jutnunk oda, hogy megértsük azt, hogy Isten tud szíveket változtatni. Nem ugyanaz a megtört és nem ugyanaz az összetört szív. Mi volt a baj? Mit profétált Mikeás? Megtört a szívük. Megtört? Igen. Rájöttek, hogy nem jó a bálványimádás. Mindenre rájöttek. De nem ugyanaz a megtört és nem ugyanaz az összetört szív. Az összetört szív az azt mondja, hogy figyelj, ahogy akarod. Ahogy neked jó. Azt mondja, amikor a leggyengébb vagyok, akkor vagyok a legerősebb. Amikor a legerőtlenebb vagyok, akkor tud használni. Amikor fölemelem a kezem, és azt mondom neki, hogy nem amikor kiglancolom a házat. Tudjátok, mi volt jellemző erre? Mikeás elmondja, nincs időnk az egészet végignézni, de majd ha elolvassátok, fogjátok ezeket, fog szólni hozzátok Isten igéje. Azt mondja, hogy minden nap mentek a templomba, és hajolgattak. Hajolgattak, és azt mondták az emberek, hogy hogy szerez bennünket? Még többet hajolgassunk? Még többet adakozzunk, hogy szeres bennünket? És az Isten meg mit üzent Mikeáson keresztül? Ne hajolgassatok! Egyszer az életben igazán hajoljatok meg! Ne hajolgass! Egyszer hajolj meg! Egyszer! De akkor úgy, ahogy az meg van írva. És én azt észreveszem, nekem nem kell holnap is hajolgassál, nem kell holnap után is hajolgassál, nem kell mindig elmondd, hogy ilyen vagy, meg olyan vagy. Egyszer hajolj meg! Egyszer! És azt fogom látni. Lehet, hogy az emberek melletted nem látják, mert azok azt várják el, hogy te mindig hajolgass, de én, az Isten, fogom látni a szívedet, hogy te meghajoltál. És nézzétek meg, ma ugyanez a korszellem, bajba vagyok? A jóléti evangéliumnak ez volt a baja? Majd többet adakozol, akkor kijössz az anyagi bajból. Majd ezt többet csinál, majd az életünket ide dobjuk, oda dobjuk. Barátaim, az Isten nem lehet teljesítményen levenni a válláról, meg a lábáról. Ő azt mondja, hogy és tudjátok, mi volt ennek a sok sűrű hajolgatásnak, meg ennek a soknak a, az ára? Az, hogy igazi meghajlás. Meg nem történt. Olyan igazi összetörés, amikor azt mondom, hogy Istenem, tényleg legyőztél. Tudjátok, az Isten élet akkor indul el, amikor oda tudsz állni az Isten, és azt mondod neki, hogy legyőztél. Legyőztél. Nyertél. És az Isten nem azt mondja, hogy na, ugye megmondtam, hogy én nyerek. Tudjátok, mit mond olyankor? Felemel, és azt mondja, hogy én ennek nem örültem, hogy nyertem. De nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy te ezt belásd, hogy így van. És nagyon megrázó, hogy eljut odáig, hogy nem elég, és ma azt látom, hogy ki van tisztítva minden. Mindenki keresztény ma, barátaim. Én akármere járok, csak keresztényekkel találkozom. Holott még mindig van gyűlölet, még mindig közben a kapcsolatok nem ugyanazok. Ezer évig kell gyalogolni, hogy találj olyan embert, akinek kiöntheted a szívedet, és nem fogod másnap visszahallani, és nem fogják ellened felhasználni. Barátaim, nincs ez így rendjén. És ezt mondta Mikeás Ezékiásnak. Ezékiás, nagyon értékelem, amit csinálsz. Nagyon nagy dolog, amit csinálsz, mert előtted ezek nem, ezek csak építették a bálványokat, te legalább összetörted. De értsd meg, a bálványok összetörése mellett a szívnek is össze kell törnie. És akkor lesz valóságos változás. Tudjátok, a reformok, amikor kitaláljuk, hogy majd megújítjuk a gyülekezetet, majd kicseréljük a székeket, majd lecseréljük ezeket, majd ezt csináljuk, majd kidobjuk a régit, majd még hol van, valahol biztos elbújt egy mi ez, bálvány, vagy érckígyó, majd megtaláljuk. A gyülekezet megújítása nem így indul. A gyülekezet megújítása, elmondom, hogy hogy indul. Ott maradnak az összetört szívek. Az összetört szívőekkel pedig Isten el tud kezdeni építkezni. Mert az összetört szívőek nem azt fogják mondani, hogy majd most még nagyobbat, még hatalmasabbat, hanem az összetört szívők azt mondják, hogy ahová te mész, oda megyek én is. Ha te megállsz, ott megállok én is. Ha te állsz, akkor állok én is. És nem kellemetlen nekem, hogy én állok, ha te állsz. Mert ha te nem jössz velünk, mondta neki Mózes,
akkor nekünk nincs értelme tovább menni. Emberi dicsőségre. Mózes az Istentől egy nagy lehetőséget kapott. Mózes, az életed legnagyobb karrierjét futhatod be. Győztesen fogod bevinni a népet az ígéret földjére. És mit mondott Mózes? Ennek semmi értelme nincs, ha nem jössz velünk. Ígérete volt rá, hogy megfutja a pályát. Nagyon sokan, akik így mankónak használják az Istent, aztán köszi, ezért jöttem. Akkor már megyünk is tovább. Most azt mondta, hogy nem megyünk sehová. Nem megyünk sehová. Mindegy, hogy milyen csábítás van, mindegy, hogy milyen lehetőségek vannak. Nem megyünk sehová. Mert nagyon fontos, és én ma annyi reformot látok, ma megújítottuk az elmúlt években, megújítottuk, megmondtuk, hogy ki lehetett egyház, megmondtuk, hogy mi a jó, mi a rossz, megmondtuk, hogy ki a bűnös, ki jött be az országba, kinek kell eltakarodnia, mi a jó gondolat, mi a rossz gondolat. Teleraktuk reformokkal, barátaim, ennyi reform nem volt az elmúlt 100 évben. Mégis azt látom, hogy a szívek nem törtek össze. A szívek nem az Istennek adják a dicsőséget, a hatalmon lévők nem az Istennek adják a dicsőséget, hanem a saját maguknak. De a szív, ha összetörik, az egészen másképp viselkedik. Egészen másképp viselkedik. Kérlek benneteket, ne azt nézzétek, amit egy embernek a szája mond. Különösen a mai időszakban. Hanem azt nézzétek, hogy a szívében mi van. És higgyétek el, a változáshoz arra van szükség, hogy a szív is megváltozzon. Befejezésül Mikeás 6. Aztán majd, ha az Úr akarja, folytatjuk. Mikeás 6. Olyan durva dolgokat mond ez a Mikeás. Mikeás 6, 3, 5. Mikeás 6, 3, 5. Én népen, mit vétettem te ellened, és mivel fárasztottalak el téged? Tégy vallást ellenem, hiszen felosztalak Egyiptom földjéről, és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldtem Mózest, Áront és Máriát. Én népem, emlékezzél csak, mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt neki Báláb, a Beor fia, Sittintől fogva, Gilgáig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit. Mivel menjek elejébe az Úrnak? Hajlongjak-e a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek-e elébe? Esztendős borjukkal? Kedvét lelé-e az Úr ezernyi kosokban? Vagy tízezernyi olaj patakokban? Első szülöttemet adjam-e vétkemért? Vagy méhem gyümölcsét lelkem bűnéért? Megjelentette neked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Nagyon megrázó, ahogy Mikeás megfogalmazza a korállapotot. Itt Mikeás nem a saját gondolatait mondja el, hanem megkapta az Úrtól kijelentésbe az emberek gondolatait. És mi volt az emberek gondolata abban? Nézzétek meg, mit tegyek? Több égő áldozatot tegyek? Mit tegyek még? Több esztendős borjút vigyek az Úrnak? Mit tegyek még? Mit tegyek még, hogy olaj, patakokban folyjon az olaj, amit ráöntök? Vagy mit tegyek? És azt mondja az Úr, hogy ne tegyél, én ezt nem várom el. Szóval cselekedjél igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Onnan veszed észre, hogy először, hogy vallásosság kezd válni az életed, hogy teljesíteni akarsz az Istennek. Amiért nagy szemétség a jóléti evangélium, mert pontosan ezt használja ki. Teljesíts az Istennek. Teljesíts. És ha teljesítesz, akkor jobbá válsz. És ez nem igaz. Mert jobbá akkor válsz, hogyha alázatosan az Istennel jársz. És ez a kettő között óriási különbség van. Óriási különbség van. Tudjátok, az elmúlt hetekben odaállt elébe egy ember, és azt mondja nekem, hogy miért beszélsz te így? Hány embered van? Mondom, nekem nincs emberem. Mondom, egy sincs. Nem az, hány embered van a gyülekezetben? Mondom, nekem nincs gyülekezetem. De arra vagy kíváncsi, hogy hányan járnak a gyomdóvári gyülekezetbe? Most kevesen. 10 és 30 fő között. Hogy mered venni te a bátorságot? Hogy mersz te szembeszállni olyanokkal, akikhez ezrek járnak? És mondom, az a mérce, attól lesz a mérce,
hogy hányan járnak. Ez a mérce. Nem az a mérce, hogy aki kiáll, annak egy nyitott könyv az élete. Nem az a mérce, hogy aki kiáll, annak egy nyitott könyv a családja. Nem az a mérce, hogy amit csinál, azért nem pénzért csinálja, nem hatalomért csinálja. Nem ez már a mérce, hogy amit csinál, azt igazságban csinálja, akkor is igazságban, amikor mindenki más mond. Nem ez a mérce. Ha nem ez a mérce, akkor nem velem van a baj. Akkor veled van a baj. Ha te más mércét állítasz föl, az Istennél nem változott a mérce. Az Istennél nincs mérceváltozás. Az Isten ma is kedveli a töredelmes szívet. Az Istennél nem az a mérce, hogy én hibátlan vagyok-e vagy nem, hanem az Istennél az a mérce, hogy oda tudok-e állni el, és azt mondom, azt tudom neki mondani, hogy én nem vagyok hibátlan. Amikor oda tudok állni el, és azt tudom neki mondani, hogy kérlek, segíts! Segíts, mert nem tudom megváltoztatni. Nem tudom megugrani ezt az akadályt, ha nem segítesz. Csak emésztem magam benne, és nem tudom megoldani, és már nem is akarom megoldani. Segíts, kérlek! Mennyi atyám, segíts! Emelj ki ebből! És nem azt mondom neki, hogy mutasd meg mindenkinek, hogy kiemeltél ebből, hanem neked mondom, csak neked, hogy emelj ki ebből. Barátaim, megváltoztatják a mércét. A mérce egészen más. De ne felejtsétek el, Jézus azt mondja a Máté 24-ben, ha újra ez az evangélium hirdetedik, ha újra a mérce lesz. Ha újra a mérce az igazság lesz, az alázatosságban való járás, a szellemben való járás, akkor kiürítem a poharat. De ha így jártok, betelik a pohár. És ha betelik a pohár alatt, ne valami kataklizmát érez. Sokszor az emberek nem értik, hogy miért van az, hogy összefutottak a hullámok a fejek fölött. Elmondom nektek, kettő lehetőséged van. Az egyik az, hogy jobb vagy. És már odáig jutottál, hogy az ördög azt mondja az Istennek, hogy felajánlom, hogy ez csak azért szeret téged, mert jól él, meg pénze van. A másik az, hogy betelt a pohár. És Isten szeretné, hogy amíg tart a kegyelem ideje, addig jöjjünk rá arra, hogy ő nem egy manipulálható mankó, nem egy kényünk kedvünk szerint ugráltatható csicska, hanem ő a mindenható Isten, akinek minden a hatalma alatt van. Minden. Pillanatok alatt tud dönteni hatalmakat. Barátaim, elolvassátok, ezek a nagy hatalmak, az az Asszíria, amelyik elhurcolt, és a mai napig nem találjuk a 10 törzset, az az Asszíria úgy omlott össze Babilon alatt, mint egy kártyavár. Az a Babilon, amelyik elhurcolta Júdát, az úgy omlott össze Perzsia alatt, mint egy kártyavár. Az a perzsa uralkodó, aki azt mondja Esdrásnak, hogy menjél haza, menj, építsd a templomot. Az a perzsa uralkodó, aki azt mondja Nehémiásnak, hogy építsd a falat, az megette Babilont, azt a Babilont, aki kőkövön nem maradt. Barátaim, az a Róma, amelyik mindent megtett, elpusztítson mindent, ami élhető és jó ezen a földön. Úgy omlik össze, mint egy kártyavár. De hogy ne menjünk olyan messze, az a Szovjetunió, amelyik az életünket befolyásolta, úgy omlott össze, hogy egyik reggel arra ébredtünk, hogy már nincs. És egy pecsétes fejű ember valami teljesen más világról beszél. Elmond valami olyasmit, amit nem mertünk még magunk se elhinni. Azt hittük, hogy ez valami pucs, valami trükk. Megpróbálják csak a kommunista elkötelezettségünket. Nem volt trükk. Isten adott ilyet. Ne gondoljátok, hogy a mai királyok biztonságban vannak. Te vagy biztonságban, ha az Úrral jársz, igazságban és alázatos szívvel. Te biztonságban vagy. Mert ha az Úr kell, miattad hatalmasságokat dönt. Miattad prófétát küld. Miattad rendszert vált. De ehhez nem mankónak kell őt használni. És az Isten ezzel az egész forgataggal, ami zajlik a világban, barátaim, semmi más nem akar. Semmi más nem akar. Semmi mást, csak azt, hogy megértsük, hogy ő nem bálvány, ő nem mankó, hanem ő él. Szeretné jelezni, hogy él és létezik.
Ha Isten ad kegyelmet, innen szeretném folytatni, mert még van egy pár dolog ezzel kapcsolatban, de ezek a kis proféták ezért mondtak nagy üzeneteket. Én nagyon megdöbbentem rajta, hogy mennyire nekünk szólnak. És higgyétek el, hogy ezeket az Isten, ezeket az időket ezért adja, hogy mi ezekben az időkben tényleg meg tudjuk erősíteni. Mert ne felejtsétek el, minden vihar előtt az emberek kettőt dönthettek. Megerősítették a kapcsolatukat az Istennel, és megmaradtak. Azok, akik a babiloni fogság alatt, barátaim, úgy döntöttek, hogy hallgatnak a prófétára, és elmennek önként Babilonba, azok vissza is tértek. Azok, akik agyaskodtak, és azt mondták, hogy azok leegyszerűsítve. 50 év történetét. De ez volt. Kik tudtak hallgatni a prófétára, akik nem agyaskodtak? Akik nem agyaskodtak. Higgyétek el, hogy sokszor a kataklizmákat, meg ezeket a nagy megrázkodtatásokat Isten azért adja. Úgy megdöbbentem, hogy nagyon sokszor eszembe jut a holokauszt, én nagyon sokat foglalkozom vele. És ahogy így megy előre az élet, az idő, rájöttem, hogy a holokauszt nem csak a zsidóknak lett adva. Ők voltak a közvetlen elszenvedői. A holokauszt, tudjátok, kinek lett adva még? Azoknak az embereknek, akik becsukták az ablakjaikat, azoknak az embereknek, akik segítették őket vagonra lakni, azoknak az embereknek, akik ott éltek a faluba, és nem tudták, hogy mellettük emberek millióit égetik el, azoknak az embereknek is lett adva ez. Hogy jelezze az Isten, hogy így ne éljetek. Így nem lehet élni. A nagy megrázkodtatások mindig nekünk is adódnak. Mindig nekünk is adatnak. Mindig. Mindig. Nem volt igazságos. Barátaim, azok is elmentek Babilonba, akik lehet, hogy hallgattak a prófétára, és megtértek. De azok visszajöttek Babilonból, azok voltak azok, lehet, vagy azoknak a leszármazottai, akik építették a templomot, akik építették utána a várfalat, vagy a városfalat. És nézzetek meg, az a 10 törzs, aki Isten Ámoszon keresztül mindent megtett, az a 10 törzs az azóta se jött vissza építeni. És Ámoszon keresztül nagyon sokszor mondta az Úr, hogy hányszor szóltam, hogy térj meg. Hányszor szóltam. Hányszor mondtam. És a megtérés nem azt jelenti, hogy te tiszta leszel, mint a patyolat, hanem a megtérés azt jelenti, hogy képes a szíved összetörni az Isten előtt. Tudjátok, a gyerekeink nagyon sokszor, nekem a legszebb pillanatom a gyerekeimmel kapcsolatban nem az, mikor olyan áldottan jók voltak. Az valamikor már unalmas is. Hanem a legjobbak azok a pillanatok, amikor egy vert helyzetben egyik pillanatra másikra összetörik a szívük, és elkezdünk egyformán gondolkodni. És nem úgy, hogy én kivertem belőle, hanem egyszerűen csak megváltozott a helyzet. Az Isten ezt szereti, ezt jelenti a szív összetörése, hogy elkezdek Istennel gondolkodni és járni. Amen. Olvassátok ezeket a profétákat. Zseniálisak. És egyik se úgy halt meg, hogy polgármesterként vagy miniszterelnökként, hanem ezek úgy haltak meg, hogy elmondták, amiért küldettek. Imádkozzatok az országunkért, magunkért, a városainkért, mert azért szeretném elmondani, hogy itt azért betelt a pohár. És én szeretném még, ha van lehetőség, én mózesi szívvel, ábrahámi szívvel szeretnék Istenhez fordulni, hogyha Szodoma Gomora is van, még egy picit, legalább azok, akik igazak, azok legyenek kimentve. Ne teljen be a pohár, hanem még egy picit. Ezek az emberek mind jószívű emberek voltak. Ábrahám mondhatta volna, hogy két érdekel Szodoma, és pusztuljon, különben Lót, az is pusztuljon, ott ahol van. Hát milyen szemét dolgot csinált? Én voltam az agy, és ő választott. És Ábrahám mit mondott? Uram, uram, kérlek, kérlek. És megmentette Lótot. Én valószínűleg, hogy Lót necces volt. Ahogy látjuk a hozzáállását, az életét, a döntéseit, necces volt. Megmentette.
Noé nem hiszem, hogy örült neki, amikor becsukódott az ajtó. Az volt Noénak a legfájdalmasabb dolog. Nem tudott már mit kezdeni, mert betelt a pohár. Betelt a pohár. De majd meg fogjuk nézni az újszövetségi történeteket is. Ugye van a Siloám tornya, oda mennek ártatlanok, ledől és meghalnak, és kérdezik Jézust, hogy mi ez a jelenet? Milyen Isten ez? Hogy érdekes ez ilyen szemmel elolvasni ezt a történetet. Isten nem rossz, csak értsétek meg, megtöltjük a poharat. És néha ahhoz, hogy a következő nemzedék, vagy mi észhez térjünk, néha ahhoz betelik a pohár. De dicsőség az Úrnak szeret bennünket, és még a kegyelme is, még az ítélete is kegyelem. Sokszor.